Fokozott rendőri jelenlét lesz elsősorban a temetők környékén és az oda vezető utakon Mindenszentek és Halottak napján, hogy az emlékezés zavartalan és biztonságos legyen. Folyamatos rendőri jelenlétre lehet számítani annak érdekében, hogy zavartalanul tudjanak eljutni a sírkertekbe az odalátogatók. Emellett kollégáim civil ruhában is ellenőrizni fogják a környéket annak érdekében, hogy azok az bűnelkövetők, akik az esetleg figyelmetlenül az autójukat nyitva hagyó járművezetőket meg akarják károsítani, ők ezt ne tehessék meg, és pontosan emiatt hívjuk fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy legyen eléggé körültekintő, minden esetben zárja be a gépjárművét, illetve zárja le a kerékpárját, hogyha kimegy a temetőbe. A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy a temetőbe látogatók ne vigyenek magukkal jelentős értékeket, táskájukat pedig ne hagyják őrizetlenül. Ne hagyjon elől látható helyen semmiféle értéktárgyat, se kabátot, se táskát, se pénztárcát, se telefont, hanem mindent a csomagtartóba zárjon, vagy esetleg vigye be magával a sírkertekbe annak érdekében, hogy ne hagyjon nyomot a bűnelkövetők számára, hogy megkárosíthassák őt. A kerékpárokat, autókat lehetőség szerint őrzött és kivilágított parkolóban tegyék le, értékeiket pedig ne hagyják a jármű utas terében.